Üdvözlök mindenkit, szervusztok, én Axmart vagyok, ez pedig egy kis solo adventure móka lesz. Igen, egy kicsit le vagyok maradva ebben a dolgban. League of Explorers jött ki, az új csodálatos erre a, hogy hívják, effektet, Discover effektre épülő csoda kiegészítő. Hát nagyon kíváncsi leszek rá, sok jót hallottam róla, meg sok rosszat is, egyik oldalt könnyű, másik oldalt meg hogy hogy eléggé, hogy is mondjam, változatos, tehát nem olyan, mint a többi. Egész jó kártyákat lehet belőle szerezni, nagyon sok mindent, nem nagyon sok mindent, elég sok mindent megváltoztatott eddig a játékban. Reno Jackson, vagy esetleg az Unearthed Raptor, esélytelen, hogy kimondjam. Kezdjük az elsőben, Temple of Orsis. Majdnem azt mondom, hogy Osiris, de tudom, hogy hajaz egy kicsit a dologra. Nem néztem. Oh. Király. Ja, hogy így rögtön megkaptam kettőt? Ez új. De rendben. És ilyen kis tiketként. Na, látszik, hogy azért ez kicsit jobban meg van csinálva. Le is nyomták nekem, hogy én már itt voltam. Na, menjünk Reno-nak segíteni. Na, nem néztem róla a gameplay-eket, nem tudom pontosan, hogy kell megcsinálni. Láttam pár dolgot, amik így érdekesek voltak, de mondom, nem néztem külön. Azt mondja, hogy nulla vanás, ergo ez ilyen, szerintem instant, és húz egy kártyát, és nekünk ad egy wish-t. Na, nem tudom, mi az a wish. Ezek még a play-it-ről megmaradt pasztok, meg deckek. Megpróbálkozunk egy midrange paladinnal. A sok kártyahúzás miatt lehet, hogy egy kicsit agresszívabb decket kéne választanom. Tekintve, hogy ő fog vezetni ugye kártyákban. Vagy valami milleset. Negyelőre maradjunk a imánál. Tekintve, hogy ez nem heroik. Ezeket azért reméltek meg lehet verni elég. Fényt, hát. Cool. Tyrion! Reno Jackson, world-renowned archaeologist, explorer, treasure hunter. Treasure hunter. Self-control of a magpie. Ha kapunk egy 4 kosztos kártyát, illetve összeválaszthatunk 4 darab, vagy 3 darab közül. Last Devil. Reporting for duty. Valam, lehetünk greedy-k. Meg lehetünk biztonságosak. Én azt mondom, hogy legyünk egy kicsit biztonságosabbak az elején. Ez meg ráér később is. Há, kapunk egy spellt. Nem tudom, hogy csak a saját spelleinkre érvényes, vagy másra is. Hammer, Vendor vagy Magi. Hammer ez egy kicsit lassú, de tök jó lenne, ha lenne valami 4-es droppunk. Azt mondom, hogy a Magi jobb a Consecration miatt. Belt. Igen, ez nagyon jó. Seal of Champions, tessék. Menjünk egy kicsit agresszívra. Discover a minion. Na, tökéletes. Na, ez így már annyira nem. Hogy megszivattak minket. Discover a minion. Nem kell a meches, maradjunk a Panther-nél. Tudunk olyat játszani, hogy Panther plusz zombi csal. Nos, hogyha tud trédelni
a bot, akkor nyilván letrédele 4/1-emet. Ha nem tud, akkor az arcomba üt ide, ha van ez így. Akkor nem tud. Oké. Okay. I'm okay with that. Azt mondja, hogy Sludge Culture. Vagy... jó lesz ez. Úgyis neki 3 manája lesz, 74. Minion, és megint egy... 2 minion tudok discoverálni. Pakolgatnom kéne ezeket, mert... hát ez eléggé szép kis consecration. Még így is. Konzek. Egy-egy 2-es dropot. Jó lesz. Ez a mana addikt, ez mekkora jó mára. Ezzel a visekkel. Még egy. Na akkor még kapunk egy spellt is. Ezzel már Alinával találkoztam. A Sentinellel. Szerintem egy egész jó kis lap. De itt nem hiszem, hogy meg fogja nyerni neki a sztorit. Szerintem nyerünk, hogyha... ó, így biztos nyerünk. Kész. Eddig. Nagyon jó. Pont győzelem! Oké, ez egész gyors volt. Ugorjunk is a következőre. Szerintem ennek a rewardja egészen jó, bár... Nem olyan... Constructed jó. Karabot szoktam látni arénában eléggé gyakran. Constructedben annyira nem, mert ugye ott annyiból fel tud építeni a saját deckedet. Passzív hero power. Ja, aki ezt a Rod of the Sun-t birtokolja, az immun is. Akkor szerintem hozzunk ellene egy priestet. Nem tudom, hogy a Dragon Priest-ben van-e Kabal Shadow Priest, vagy esetleg egyáltalán valami, amivel el tudom szedni, de nem érdekes. Morsanát, hogy iszom közben, csak ez megmaradt tegnapról, aztán holnap már biztos nem lesz jó. Ez a kettő, ez maradhat. Van benne Kabal Shadow Priest, ez jó hír. Oh, Power Shield, nem rossz. Mit csinál, hogyha meghal? Surrender this... Tehát, hogy odaadja nekem? Ez egészen jó deal. Meg majd el is tudom venni tőle. A shield zap, ez érdekes. Na lássuk, 4-es dropod mi van. Fire Guard Destroy. De nagyon kemény. Lehet, hogy nem volt túl sok értelme Priestet hozni, mint olyan szempontból, hogyha ez nálam van, úgysem tud megölni semmivel. Tetratel... ah, mindkét hősnek okoz 5 sebzést, akkor ez így jó lesz. Bum bum. Addig, ameddig én... hát hiába, nem tudom felhílelni, úgyhogy jó legyen. Ez is megvan, aztán ilyen. Menjünk tovább az arcára. A orcára. Arcanite Reaper, hát valószínűleg leszedi. Nem! Nem a Rodot.
Még jó lett volna, hogy Rodot szedi le. Akár nem tudom, illetve le tudom tenni a technician, de kérdés, hogy van-e értelme. A következő köröm eléggé tempus, de tudom, még leteszem. Vigyed, vigyed! Kábállal úgyis az enyém. Flame Juggler. Hát ez hasznos volt. Kérdés, hogy nála is hagyhatom igazából, és leteszem előre a boomot, ezzel a kettővel megölöm ezt, de igazából miért hagynám nála? Vagy őt kábálozom el, ugyanúgy trédelek. Komolyan megjel nekem ez egy kábált? Csak trédeljem le a fenébe, nem? Majd a következőben úgyis elkábálozom. Kábál és esetleg agent. Ó, oh, nem volt szó. Jó, jó. Legjobbat talált el Buma. Próbáljunk meg megölni. Ennyimet meg életben tartani. És itt a vége. Hú, ez egy egészen munkás pislap. Yep. Well played. Nem teljesen értettem ezt a... Amint, hogy de értettem, hogy miről szól. Hey, Summoning Stone, csodálatos. Csak egy kicsit olyan... Nem milyen volt. Na, ezt hallottam, hogy ez nagyon érdekes és különleges. Nem tudom, hogy mivel csináljuk, megpróbáljuk meg druiddal. Úgy hozom, hogy minden körben ki kell játszani valamit, vagy valami hasonló. De meglátjuk. Ebből egy kicsit ki kell ismerni, hogy mit csinál ez körönként. Gyorsan leteszteljük. Nincsenek kártyái. És? Collapsing ceiling and monsters everywhere. Hurry up! Na! Ó, hát ez félelmetes. Ó, gain a mana crystal, vagy húzok egy kártyát? Wow. Ezt felhúzom, akkor 3, rögtön 4, és már rögtön bemegyek az 5. körbe. Választhatok cuccok között. Semmi. Mondja, vagy 5-öt kapok, vagy 10-et, vagy sem. Én nem azt mondom, hogy 10-et, vagy sem. Na, sikerült. Lótem nem rossz, de maradjunk a Sludge-nál talán. Nem, sietünk, jó lesz ez. Ajaj, ez mi ez? Minion to the left. Tehát a baloldali minion az én köröm végén. Vagy az én minionomat. Ajaj. Jó. Jó, akkor legyen így.
És így. Ja. Na, hogy az én miniomat. Még azt hittem, hogy nekem fog segíteni a szikla egy pillanatig. De mi? Következő körben minden... mindent lezúz. Oh! 10 HP? 10 HP jöhet. He doesn't look happy. I think he wants his gem back. De nem úgy van, hogy az egész... Jegyez... Aha! Hát nem az én köröm, vagy nem... Szóval értitek. Szóval, ja, téged lezúzlak. És téged is. És téged is. Megint lezúz. Ő megüt. Most minden kinyúl. Csak egy olyat csinálni, egy Emperor plusz Darnassus. Nem lesz, nem rossz az. Ajaj. Root. Meg tudom ölni, de kérdés, hogy meg akarom-e? Igazából annyira nem. Mikor szökök meg? Kap ilyen parabot. Take a shortcut. Viszont az ellenfelem kap egy 7x7-es war gólemet. Az teljesen rendben van. Van nekem egy Force of Nature-em, meg stb. Szóval, téged megütlek. Jó. Azt mondja, akkor veled megütöm őt. Veled megütöm őt. Veled megütöm őt. Igen, vesztettem egy monát, de halljuk be, nem érdekes. Válunk egy ilyet. Megzúzlak téged. Kérdés, hogy melyik maradjon életben, a 7x7 vagy az 5x5, de... kizárásos alapon az 5x5. Ó, nem kellett volna belevágnom. Na mindegy, szeplingeket kellett volna idézzem. Sorry. A bugok. Ah, Force of Nature. Mondjuk... nem a legjobb, de megfelel. Na most mi van már? Kész! Ennyi volt. Meg lehet ezt csinálni druiddal. Ó, kaptunk szikritet, meg mindenféle mókásat. És Reno Jackson! Ancient Shade! Továbbra is a plusz 2 class challenge. Na jól van, nyomjuk le akkor gyorsan a class challenge-eket. Aha. Warriorral kell megvernem a viseket adó Ginit. Nem lesz vele gond. Szerintem... Gerash versus Zinar! Zinar! Yay, Monkey! Monkey ez egy eléggé király kis lap. 1, 2, 3, 4.
majd discoverelünk valamit. Ó, kapunk bolstert. És a taunt minionjaimnak adja... Ez is jó. Ez ilyen bolster deck. Aha. Hát akkor nem. Kérdés, hogy én üssem le, vagy várjam, vagy inkább dobjak 2 damage-et az arcára. Vagy esetleg plusz 2, plusz 2, áh, tök hősleges, mondom, belehal. Én nem mondom vagyok, hogy üssük le mi, mert a 2 damage valójában annyira nem számít, másrészt meg, hogyha valamivel mégis eltünteti a kis attendit, vagy ha még közöm sincs, hogy mi ez, kis tauntunkat, akkor problémás lesz. Jobb. Discover minion, meg a for... Megint miniont. És... Bolsterünk a sok mana. Így nem is lenne rossz a bolster, de... Nézzük meg, hogy mi van négy kosztér. Battlecry-os. Ezzel nem hiszem, hogy játszik misztikeket. Az alfa ez nem lehet olyan rossz. Próbáljuk ki. Mondjuk én jobban örültem volna egy Dead Bite-nak, mert akkor rögtön kivágtam volna a Red Corsair-t, azért is játszottam ki. Lávasok. Ha? Aha. Aha. Zapós matik. Még egy bolster. Slam. Mondjuk lehet innen rage jobban jött volna. Nem baj. Hát nyilván nem fogom belevágni. Mint miniont. Oh shit. Meg nem értem meg azt kihúzni. Nagyon fel akarok építeni tauntokat, de nem úgy érzem, én nem érzem úgy, hogy menni fog. Footman! Nem vagy a kedvencem, gyere ide. Mondjuk annyi van, hogy nem kell aggódni. Még egy spell. Na majd most bolster. Double all damage. Dealt. What? Nem baj, megéri. Azt mondja, hogy van? Egy mana, bolster, tehát egy mana, ő belőle 3 mana lesz, az 4 mana, plusz bolster, az 6 mana. Jó lenne, ha lenne még valami egy manás. Igen, jó. Hol legyen? Nem, ne vágjuk ki. Nézzük, hát ha tudunk szerezni valami jót. Ó, oh, upgrade! Már is jobb. Nézzünk még miniont. Mikromasinista. Wow, a Sun Fury az itt elég jó a második bolsterhez, de úgy néz ki, hogy akkor marad a sztori. Ugyanaz. Őt kitesszük. Szintén kitesszük. Őt is... várjunk csak! Így tudok double bolsterezni. Ja nem, a damage-et számolja! Ó, bocsánat, nem a kosztját. Akkor az csak 2 mana. Á! Akkor így double bolster, nyista. Nyami nyem. Ha most támadok, akkor visszaoszt. Nem, hogyha minion támadok? Ja nem, hogy nem akkor, hogyha támad, hanem minden egyes tucat, amit bekapok. Ha.
Az fáj. A Wisp. Ez hogyha Vinion támadok, akkor bekapok damage-et. Aha, aha, aha. Oké. Lám. Tegyük csak a mikromasint. És ő nyert, nem baj. Kettes drop. Oké. Én a mondó vagyok, hogy menjünk neki. Úgy, ahogy kell. Ez az. Monkikám. Ő beleületi magát ebbe, aztán ez megöli, vagy igazából vagy ebbe, és akkor az megöli. Jó lesz. Ha jól számolom, nyertünk. Tungult. Ikon bubuláció. Kaptam sarit. Oké, ezt egy kicsit talán tovább húztam, mint kellett volna. Polszteres elszámolásra, még jó, hogy rájöttem időben. Látszik, hogy... hogy nem variorozok. Igen, erre véletlenül nyomtam rá. Te baj. Se baj, se baj. Warlock! Uha. Ez mit csinál? Ja, ennek van a... a pálcája. Amitől halhatatlan lesz. Sun Raider Ferex! Ó, kaptam Toadot! Azt hiszem a playtime volt kérdés. Huge Toad. Azt sem tudtam, miről van szó. Járák sús meg, a pálca az elég erős. Hogyne, hogyne. Nyugi, elveszem azt a pálcát. Jó kis agresszív kezdés. Egy monokló. Nem is az volt a tervem, nem kell aggódnod. És mennyire jó. Leütöm majd a Toaddat a... nagy a... Ott? Nem baj. Nekem ez még mindig jó. Kérdés, hogy legyen. Igazából nem érdekes. Leütöm... leütöm ezzel ezt. Ezzel ezt. Ezzel pedig ezt. És pipa. És persze leteszem a Pit Lordot, mert nem damage-el semmit. Így ni. A spawn az nem érdekes. Szóval meg tudom átkozni az ellenfelemet, hogy adok neki egy átkozott kártyát, és amíg fogdossa, addig szenved 2 damage-et. Hát ez király, ezt nekem látnom kell. Ó, oh, második Pit Lord. Ja, most visszaadta? Ja nem, hogy ez 2 manába kerül neki kijátszania.
Hát, és én mennyiért játszottam ki ezt a Curse Genyót? Láttam. Nem emlékszem. Látni biztos láttam. Ez ennyire nem vészes. És kettőt is kapott. Holy fire. Ujj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 
You might want to try to hang on to that rod. It's valuable. Nyertünk! Király! Na hát ez volt itt az első tárnya ennek a csodás League of Explorers mókának. A következőket is át fogjuk nézni. Heroic-ot egyenlőre nem ígérek, de biztos, hogyha lesz majd rá elég időm meg kedvem szenvedni, mert az általában egy nagy szenvedés az egész, akkor elkezdjük megcsinálgatni, nyilván kicsit hosszabb időtartamokban. Meg már így is igazából le vagyok maradva a normállal. Foglalkozunk először ezzel. Majd miután végre lesz az egésznek, neki mehetünk a Heroic-nak, hogyha éritek, illetve ha lesz elég energiám. Remélem, hogy ezt tétek. A következő videóban találkozunk. Én Axmart voltam. Sziasztok!